első intézkedéseit a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban. A cél az volt, hogy minimalizálják a járvány terjedését, azóta már a maszk is kötelező, emellett a gyártócsarnokokban is jó néhány új szabályt hoztak. Indult azzal, hogy az utazásokat megtiltottuk, vendégek látogatását limitáltuk, és a saját dolgozóink egészsége érdekében már több mint egy hónapja olyan intézkedéseket hoztunk, hogy minimalizáljuk a vírus terjedését a cégen belül. Hőmérsékletmérés a bejáratnál, amit a dolgozók legelőször érzékeltek, távolságtartás mind a bejáráskor, mind az üzemi területeken, ahol lehetett ez, az étkezőket, a tárgyalókat, az irodákat, de amennyire lehet a gyártósorok melletti munkahelyeket is jelenti. A termelés teljesen nem állt le, de jelentősen visszaesett a megrendelés és emiatt a gyártás. A dolgozók egészsége a legfontosabb, ugyanakkor a lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy működjön az alumínium öntöde. Amíg az autógyárak, illetve a mi vevőink, konkrétabban a motorgyárak működnek, és küldik az igényeket a szerződés szerint, addig nekünk kötelességünk gyártani, tehát legyen gyártás, de azért a dolgozóink egészsége az első. Így ment gyakorlatilag a termelés április elejéig, és onnantól kezdve érzékeljük azt, hogy a motorgyárak szépen sorban álltak le, és csökkentették az igényeiket. Az a Nemag-Győr helyzete, hogy mi annak ellenére, hogy Győr és autóipar nem főleg az Audinak gyártunk, hanem egyéb más nagy autógyáraknak is, szerte Európában, és ők változó ütemben csökkentették a termelésüket. Tehát gyakorlatilag olyan, hogy a teljes üzemet leállítottuk volna, szinte nem is volt, mert nagyon sokáig a törökországi vevőnk még kért terméket, most pedig például a spanyol vevőnk már kezd újból kérni terméket. Egy ipari üzemben nem megoldható az otthoni munkavégzés, ennek ellenére az 1000 munkatárs közül a vállalatnak senkit sem kellett elbocsátania, úgyhogy mindenki a fizetését is megkapja. Büszkén tudom mondani, hogy egyelőre nem kellett elbocsátani senkit. Meg tudtuk úgy oldani ezt az időszakot, hogy a dolgozók, nyilván ugye egy ipari üzemben az, hogy otthonról dolgozzon valaki, az az irodai alkalmazottakon kívül nem megoldható, de azt el tudtuk érni, hogy erre az időszakra a dolgozóink a munkaidőkereten belül felhalmozott túlóráikat használták fel, szabadságot vettek, illetve az állásidő fogalmával, az állásidővel tudtunk nekik fizetést adni. Tehát annak ellenére, hogy nem tudtunk gyakorlatilag munkát adni nagyon sok dolgozónak, a dolgozóink nagyon nagy részének, ennek ellenére mindeddig sikerült biztosítani azt, hogy a jövedelmük nagy részét azért változatlanul megkapták a dolgozók. Hát kérdés, hogy hogy változik a piac, milyen gyorsan tudunk visszatérni, és nyilván annak függvénye a juttatások további biztosítása. A gazdasági igazgató szerint a koronajárvány után lassú lesz a felfutása az iparnak, és ehhez még hosszú hónapokra van szükség. Azzal is számolni kell, hogy a nagyvállalatok még évekig magukon fogják viselni a mostani válság hatásait.